Köszöntök mindenkit a Fitzónában. A mai műsorban megtudhatjátok, mi a testképzavar. Amennyiben még nem hallottatok róla, szerencsések vagytok, de sajnos nagyon sokakat érint, korra és nemre való tekintet nélkül. Kiderül, hogy miért. Ellátogatunk egy jógaórára, ahol a többi között az is kiderül, hogy a jóga az egyik legjobb testmozgás, ha hátfájással küzdünk. Végül pedig egy szénhidrát csökkentett ünnepi desszertet ajánlunk figyelmetekbe. Valóban ízletes, és még a legszigorúbb diétába is belefér. Tartsatok velünk! Felmérések szerint a fiatalok fele elégedetlen a testével, és legalább egyszer kipróbált már valamilyen diétát. Nevezik ezt testképzavarnak is. De hogy mi egész pontosan a testképzavar, az dr. Sági Zoltán neuropszichiáter, pszichoterapeutától kérdezem. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Úgy gondolom, hogy hasznos talán megpróbálni megfogalmazni a testkép. A testkép tulajdonképpen az ember saját testének szubjektív megtapasztalása, és az a fajta esztétikai, szexuális vonzalom megélése. Érdekes módon ez a mozzanat az emberi test erotikus üzenetet is tartalmaz. A környezet számára ez szinte genetikailag determinált minden fajnál jelen van, tehát az embernél is. Tehát az, hogy a testemnek a elégedett vagyok vele, nem vagyok elégedett vele érzése, ugye, ez az, ami a szubjektív megélést jelenti, megtapasztalást jelenti, ez pedig nyilvánvaló, hogy az adott társadalmi értékrendszer alapvetően meghatározza. Amit az illető értékrendszer szépnek tart, ha ahhoz igyekszem igazodni, és az a szép, amit az értékrendszer szépnek tart, és amennyiben ez egyezik azzal a szubjektív megéléssel, amelyen rendelkezem, akkor van egy pozitív testképen, ugye, amennyiben nem, abban az esetben, hogy egy negatív testkép alakul ki, és a negatív testkép tulajdonképpen ugye a testkép zavar. Fiatalokról beszélünk, de nem csak a fiatalokat érinti, és nem kizárólag csak a hölgyeket, hiszen férfiak körében is előfordul. Pontosan így van, pontosan így van. Ezek a felmérések, amelyek ugye készülnek, ezek hát úgy megközelítik azért a valóságot, de mint semmiképpen sem írják le pontosan, ugye. Akkor, amikor testképzavarról beszélünk, vagy ennek a következménye, hogy nagyon sokszor ugye a női közösségre, női populációra gondolunk, ami egyáltalán nincs így, ugye. Gondoljunk csak ugye, a testedzés függőségre, most ezt így nevezem, ugye, az edzőtermekbe járást, ugye, férfiak esetében, ugye, hogy az izomtónust, az izomzatot, izommennyiséget ugye fokozzák, hogy izmosabbá váljanak, ugye. De még mennyire jelen van, ugye, a fiúknál, a fiatalkorban, úgy, mint a lányoknál. Érdekes még az is, hogy még 60-70 éves korban is találni olyan eseteket, amely pszichés problémákat, amelyek a testképzavarral kapcsolatosak. Hogyan tudunk küzdeni ellene? Hogyha azt tapasztaljuk, hogy a családtagunk, vagy akár jó magunk, ugye, folyamatosan a testsúlyunk körül gondolkodunk, ugye, a bevitt kalóriákat számoljuk, ugye, olyan irodalmat olvasunk, amely arról szól, hogy hogyan lehet a legjobban elérni a szépség ideált, olyanná válni, mint a szépség ideál. Akkor, amikor téma a szociális kommunikációnkban szinte kizárólag csak ez, ugye, tehát a beszűkülés jellei a testképre, ugye, a testemre
tünetei megjelennek, akkor tulajdonképpen már ugye egyfajta testkép zavarról van szó. Nincs más hátra, hogy fogadjuk el magunkat olyannak, amilyenek vagyunk, és szeressük saját magunkban azt, ami szeretni való. És nyilván nagyon sok olyan részünk van az alakunkon kívül, hogyha azzal nem vagyunk elégedettek. Pontosan így van, és az alakunkkal is mindannyian elégedetté válhatunk, ugye, hogyha ez megjelenik, mint zavaró tényező, vagy mint életmódot megváltoztató tényező, hogy folyamatosan ezen a témán ülök, ugye, akkor tegyünk annak érdekében, hogy ezt föl tudjuk dolgozni. Ugye, tehát egy földolgozható dolog, ugye, vannak erre különböző akár pszichoterápiás módszerek, ugye, akár olyan mentális segítő programok, amelyek ebben segítenek, ugye, a testkép zavar megszüntetésében, a saját testünk elfogadásában. És természetesen minél természetesebb életmódot folytatni, életet élni a mindennapokban, ugye, hozzájárul ahhoz, hogy megtapasztaljuk, hogy így, ahogy vagyunk, így szerethetők vagyunk, szeretjük magunkat, ugye, és ez az ön szeretés gyakorlatilag eredményezi azt, hogy mások számára is szerethetővé válunk. Doktor úr, köszönjük szépen a beszélgetést! Köszönöm a lehetőséget! Azok számára, akik már részt vettek bármilyen jóga órán, nem kérdés, hogy miért hasznos a jóga. Több ezer éves hagyománnyal rendelkezik, több mint egy torna. Számos pozitív hatása van az egészségre, segít megteremteni a testi-lelki egyensúlyt. Guba Éva kolléganőm Adán járt egy jóga órán. Azt mondják, hogy a mai rohanó világban egy picit le kell lassulnunk, és meg kell találnunk a testi-lelki egyensúlyt. Ebben segít egy mozgásforma, amit most egy 3 gyerekes anyukával járunk körbe, aki jóga oktató lett. Nem árulok el nagy titkot azzal, hogy a jógáról fogunk beszélni a következő percben. Szia, Claudia, üdvözöllek! Hát egy picit barkobáztam a nézőkkel, de elárultam, hogy a jógáról van szó. Mit tudhatunk tulajdonképpen erről a mozgásformáról, illetve te miért döntöttél mellette? Hát én elsősorban egészségügyi okok miatt döntöttem a jóga mellett, ugyanis nekem is, mint a legtöbb embernek, ez a sok ülés, illetve mozgásszegény életforma miatt a hátam egy kicsit meggyengült, a hátamon az izmok, és az az úgynevezett banyakúk kialakult nálam is, és egyik ilyen specialista, akihez jártam, ő ajánlotta, hogy jogázzam, és hogy ezáltal meg tudom erősíteni a gerinctartó izmokat, és akár el is tűnik az a csúnya banyakúp. És hát itt a környéken nem találkoztam sehol sem jogázó, vagy jogoktatóval, akitől én ezt így el tudtam volna sajátítani. És akkor már úgy gondoltam, hogy én legyek a jóga oktató, ezért egy kicsit tovább mentem, találtam is egy iskolát, ahol ezt én így befejeztem, és ott 8 hónapig tartott ez a képzés. Hogyha beszélhetünk egy picit a jógáról, mint mozgásformáról, sokan azt mondják, hogy ez tulajdonképpen nem is csak egy mozgásforma, hanem magát az életmódot, vagy egy életmód változtatást jelent. Ez mit jelent igazából, mit foglal magába? Igen, ez teljesen megváltoztassa az embernek az életmódját, ugyanis az étkezésünk is megváltozik, mert nem tudunk nehéz ételekkel jogázni. Egyszerűen észre a gyakorlatok során észrevesszük azt, hogy nem úgy működik a mozgás, és illetve itt különböző légzéstechnikák vannak. A légzéssel a tüdőkapacitásunkat növeljük, illetve a végén, minden jóga óra végén van meditáció, és a meditáció által kicsit lelassulunk, kicsit befelé fordulunk, és ezáltal stresszmentesebbé válik az életünk. Illetve ezek a jóga pózok, ezek segítenek, javítják a testtartásunkat, illetve megerősítik az izmainkat, hajlékonyabbak leszünk idővel,
csak fontos, hogy folyamatos gyakorlás mellett történik ez. Az óráidat igazából, akik eljönnek az óráidra, vagy magát megszeretik a jogát, azoknak mire kell odafigyelni egy óra alkalmában? Hát elsősorban a helyes légzésre, ez nagyon fontos, hogy helyesen sajátítsuk el a légzést, mert ugyanis a magában az ászanákat légzésekkel tartjuk ki. 5-től 10-12 légzésig tartunk ki egy-egy pózt, és itt fontos, hogy a hasi légzés is történjen, ne csak mellkasból, ugyanis a rekeszizmokra is hatással, a belső szervekre is hatással van ez a mozgásforma. És hát arra, hogy ne feszítsük túl magunkat, mindig a jó érzés határain belül dolgozzunk, talán ezekre kellene. Ahogy említettem a bevezetőnél, hogy rohanó világot élünk, és nagyon sok ember siet, rohan, és teljesen más életmódot folytat. Sokan mozgódnak a jogától azért, mert hogy egy lassú mozgásforma. Lehet, hogy egy picit naív a kérdésem, de hogyan tudod ezeket az embereket lelassítani az óráid alkalmába? Hát, ezt mindenkinek maga kell megtapasztalnia. Én úgy gondolom, hogy valahol mindenki vágyik erre a lassú életmódra. Valaki előbb el tudja sajátítani, valaki később. Valaki úgy tekint a jogára, hogy csak eljön és mint egy sport, egy mozgásforma, holott a joga sokkal többet nyújt. A lelkünket, lelkileg is föltöbb bennünket, és ezt meg kell élni. Ez nem megy egyik napról a másikra, ez egy bizonyos idő, mire ezzel eljut az ember. Ahogy olvastam a jogáról, mert egy picit utána néztem, nagyon sok helyen azt írják, hogy betegség megelőző hatása van, illetve az alakformálása is hatással van. Mit tudhatunk erről? Igen, nagyon sok betegségre, a tünetek kezelésére nagyon jó. Főleg az érrendszeri, illetve a szív problémákra, illetve az ízületi problémákra, gerinc problémákra, az egyik legjobb mozgásforma. Nagyon sok más sport is a jóga ászanákból vett ki gyakorlatokat, illetve pózokat, és ezeket alkalmazza. A fit életmód egyik fontos alappillére a táplálkozás, amiről nem feledkezhetünk meg az ünnepek alatt sem. Ezért szerettünk volna nektek a műsor végén kedveskedni egy nagyon gyors, de ami még ennél is fontosabb, egy szénhidrát csökkentett desszerttel. Így készül az epres túrós fit falat. Kétféle háziasszony létezik, aki az ünnepekre olyan süteményt, olyan desszertet készít, ami már jól bevált, amit szeret a család, és vannak olyanok is, akik szeretnek kísérletezni. Nos, számukra ajánl most Andrassy Marianna, mai vendégünk, egy kalóriacsökkentett desszertet. Köszöntelek, szervusz! Szia, üdvözlöm a nézőket! Mi lesz az, amit ma elkészítesz? Mint ahogy már ismertek engem, mindig szeretek kísérletezni az új ízekkel, és megmutatni olyan recepteket, amit egy kezdő háziasszony is el tud készíteni, hogy az első sütije ne valljon kudarcot, tehát hogy tökéletesen sikerüljön. Ezért mindig törekszek a fejembe olyan receptet összeállítani, hogy otthon a spajzba vagy a hűtőszekrénybe alapanyag mindig legyen, és hazaér a munkából, akkor gyorsan össze tudjon valamit ütni. De most, mivel az ünnepekre készülünk, ezért gondoltam, hogy a sonka, tojás ilyen erős ételek mellé egy gyenge, túrós, joghurtos, epres sütit fogok nektek készíteni, ami
körülbelül 10 perc munkát igényel, és 15 perc múlva akár a család már fogyaszthatja is. És jól mondtam, hogy szénhidrát csökkentett. Igen. A fit életmódot ki tudjuk meríteni. Így van. Mariana, át is adom neked a konyhát, és a messziről foglak figyelni. Köszönöm szépen. Akkor kezdjük azzal, hogy a csökkentett zsírtartalmú túrót beletesszük 1/2 kilót egy tálba, majd belekeverünk először, ami el van készítve a zsírcsökkentett jogurtból, 3 kanállal, majd azt félretesszük a továbbiakba, ha kell, beleszórunk mákot, amikor ez megvan, hozzáadjuk az édesítőszert, ki amit használ. Én nagyon méz párti vagyok, de most nem azt használom, hanem egy egyszerűbb édesítőszert, ami nagyon hasonlít a cukorhoz, de nem az. Aztán az előre elkészített wellness kekszet, ami le van darálva egy kevés gyümölcsös műzlivel. Amikor ez is megvan, akkor kanállal, gyors mozdulatokkal valamennyire összekeverjük. Aztán elővesszük a friss epret, akkor belevagdossuk az epret. Azt mindenkire rábízom, hogy szereti. Én négybe vágom. És bármelyik szezonális gyümölcsel ezt meg tudjuk csinálni, vagy a málnával, vagy a szederrel, vagy az áfonyával, akár ananásszal is, banánnal is. Tehát mivel most eper szezon van, akkor úgy döntöttem, hogy én az epret fogom választani. Ez is mindenkinek a saját ízlésére van bízva, hogy mennyi epret fog beletenni, ki amennyire szereti a gyümölcsöt. Amikor ez megvan, teszünk hozzá még egy kevés jogurtot, és itt látni fogjuk a masszát, hogy milyen állagú. Itt jön még egy keverés, itt már látni fogjuk, hogy milyen a masszánk, hogy kíván-e még egy kis mákot, vagy még egy kis műzlit. Én úgy döntöttem, hogy teszünk bele. Teszünk bele még egy kis műzlit és wellness keksz keveréket. Az utolsó simítás most jön. Elkeverjük. És jöhet a próba. És tökéletes a recept. Azt hiszem, minden tökéletesen eltaláltunk. Előveszek egy őzgerinc formát. Belerakjuk az őzgerinc formába. Fogunk egy tányért, ráfordítjuk az őzgerinc formára, kiborítjuk a sütit, majd visszafordítjuk. Az őzgerinc formát leemeljük, a fóliát leszedjük róla, megszórjuk műzlivel, és már el is készült a nagyon egyszerű túrós, joghurtos, epres őzgerinc formába töltött sütünk. Megszórjuk a tetejét egy kis mákkal is, azzal nem fogunk rontani. Nem marad más hátra, mint dekorálni a sütinket. Megfogjuk a megmaradt epret. Megint ízlés szerint vágjuk, én most négybe fogom vágni, és rátesszük a tortánkra. Akinek van ideje,
az el tudja készíteni, hogy az aljára wellness kekszet tesz, úgyhogy narancslébe mártogatja előtte. De mivel most mi nem tettünk, ezért én az oldalába fogok tenni pár a dekorációnak. És akkor én úgy vagyok vele, hogy nem marad más hátra, mint a kóstolás. Ez volt már a Fit Zóna. A műsor visszanézhető a Pannon RTV honlapján és a Facebookon is, ahol külön a riportokra is rákattinthattok. Facebookon a Pannon Fit Zóna oldalon találhattok meg bennünket. A jövő héten is figyelemre méltó témákkal készülünk. Tartsatok velünk a következő alkalommal is. Addig is sziasztok, na viszontlátásra!